Ja, és akkor ezért tudom, milyen piásra részeken kell keresni. Nem, már rendőr. Halló, tessék. Halló, Bakos, üdvözletem, Hannibal. Na, az előbbi beszélgetés volt? Az előbb beszéltünk, de aztán valami hős vette át, aztán nem tudtuk. Igen, mert hát azt mondja, a menyem volt, na, ja, végül, hát az, mert aki beleszólt. Ja. Egy igazi kis cigán, igazi kis cigáncsaj volt belevaló. Igen. Aztán azt mondja, papa, azt mondja, hát hogy tudod elnézni, azt mondja, hogy te neked mondják azt, hogy fogadtam. Nem, azt mondtuk, mert papa, most nem azt mondtuk neked, hogy fogadtam, nem azt mondtuk, hogy nem úgy néző ki, reméljük. Na, vissza tudunk térni, vagy... aki eladja a művész, most én nem akarok így kizálkodni. Van. Na most figyelj, 50 éve vagyok benne. Tudom én, papos, tudom, azért hívtalak. Na most... Na, mert múltkor volt egy olyan zenét. Ilyen szöveggel nem lehet. De, Bakos, figyelj ide! No. Akkor arra kérem, elvallod, ha nem, akkor keresünk más, meg is mondhatod, ha nem érdek, akkor nézzünk mást, az kész. No, nem ilyen szöveget tudjátok, gyerekek, azért eladó művész, aki 50 éve nem lesz. Jó, én meg kanibál vagyok, tehát ismersz. Hát van én nekem elegáns ruhát, a elegáns ruha minden van. Akkor figyelj ide, és akkor hogyan tudnánk előtte találkozni, ezt megbeszélni? Hogy te sümegre el tudsz jönni, vagy mi menjünk őszegre, hát, vagy hogy legyen? Hát én át tudok menni sümegre is, mert hát ismerős vagyok, és sümegre is. Hát, ismerős ja. vagy. Hát, mi tegnap előtt beszéltük a Tabányival, az egyik ismerősöm, csak nagyon sokat mondott a Tabányi úr. Ugye a harmadik akkor igen. ismered, akkor Makos úr. Persze, na, jó kis ismerős a művész úr, tudod? Tabányihoz. Oly, ja, meg a Tabárinak is szóltunk, mind a kettőnek, a Tabárinak is, mert a Tabárinak. És ezt hol tartanátok ezt a bulit? Simegen, ott mondom, ott a vár rész van kibérelve, ott van egy kis terem, és ott lesz kibérelve. Melyik a csárdának a részével? Ah, nem a csárdának, nem, hát a csárd az elő van, a hátsó részre beszélünk, a lovarda is hátsó van. Hátsó részen? Így van, a lovarterem van, a lovakterem. Nem a csárda rész, azért volt ez drága. Ja. Tudod, Bakos. Ja. Na figyelj ide, azért mondom, akkor összeülhetnénk, hogy tudod, Bazsavára zenénél egy kicsit, akkor elbeszélhetnénk, akkor mindjárt megállapodnánk, meg elrendeznénk. Számla kell neked? Számla? Hát, nekem nem kell számla. Nem kell. Jó, én tudok adni bélyegzőt is, meg minden. Ja, nem kell neked, de az, nekünk is se kell neked. Én tudok én mi is akkor neked fiat voltál, tudunk el igazolást. Na figyelj ide, akkor adom a nagy kalibált, mert ő szervezi, kalibált. Ja. Bakos. Halló. Mondjad. Halibál vagyok. Na mondjad. Na, Bakos úr, akkor... Hogy lesz akkor? Hogy lesz, mint lesz? Jaj, hogy szervezzük össze? Gyerekek! Igen? Az én részemre meg vagyunk, egyezve. Jó. Meg hát azért meg még nem egyeztünk, akkor... mert nem beszéltünk összegről. Azt megmondjátok, mi az, amit szeretnétek. Hát most mi az, amit szeretnénk? Hát te mondd meg, Bakos, hogy mennyit kérsz. A Tabányi 1 millió forintot. Ja, Tabányi 1 milliót kérsz. Hát biztos, hogy nem fogok. Biztos, hogy nem fogok 1 milliót kérni. Na, először is. Én ugyanolyan roma vagyok. Ugyanolyan roma vagyok, mint ti, csak hát én zenész vagyok, ti meg másra foglalkoztok. Ja. Ezen kívül... Ami vasakat gyűjti. Ja. Vasfeldolgozónk hát van. Vas. Mindegy. Vas hulladék. Nekem... Van valami vasad egyébként? Nekem. Most akkor már praktikusodtad. Jó. Na. De a nevedet azt mondjátok meg. Kanibál vagyok. De milyen Kanibál? Péter. Most egyikötök Kanibál, másik meg Péter? Nem. Ő Kanibál Jóskai, meg Kanibál Péter. Kannibál, ja, Péter. És sümegiek voltok? Tessék? Sümegiek voltok? Sümegiek. Ott van egy nagy ilyen fémfeldolgozó, fémgyűjtő telepünk. Ott lakunk. Biztos jártál a sümegen? Hogyne. Na, tudod, hogy ott fönn a kútnál, hogy föl kell menni balra? Benzinkút, hogy be, tudod? Uh-huh. Na, ott van a nagy telep. Ki van a Kanibál? Szerintem akkor sümegen ismeritek. Ott nekem sümegen egy kis barátnőm, ismerősöm. A Kruglánt, a Mónikát nem ismeritek véletlen? Milyen? Krugmónit. Kurmóri? Vasúton dolgozik. Kurmóri? Szapocán dolgozik a barátnőm. Vasúton ilyen milyen? Jegykezelő vagy mi? Jegykezelő, igen. Jegykezelő a vasúton. Hát én megmondom neked, Bakos, hogy én nem nagyon járok vonatta. Na, a sportpályát a tűrőt, hogy hol van, nem? Sportpálya? Hát... Ja. Én nem szeretem Pálya utcát, potét. Nem tudjátok? Melyiket? Pálya utcát. Hát azt tudom, hogy melyik a pálya, de a foci pálya nem nagy járok, mert nem focizom. Ja. Az a részen mi összegyűjtöttünk már mindent, már amit tudtunk fel. A sineket is főszettük, megmondom. Ja, akkor... Visszettük fel a sineket, de nem mondd el senki. Na, ti a Kanibál vagy. Tudok, mindenki nem foglalkozik. Figyelj ide. Jó, hát osztatod ám a kis csajt is, hogyha nem gond. Kis roma csalát elhozhatod. Hát az ott, akik sümegén. Hát úgy mondom, a buliba elhozhatod. Na, azért mondom, hogy
Krupa Judit, vagy mit mondtam, mi a neve? Krugmóni. Krugmóni. Persze, már 7 éve megvan. 7 éve, ezért döntött? Persze, 7 éve. Jó van, akkor jó különben vagy ezért. Pedig? Jó, te. Nekünk az a nyilván, hogy mindent megcsinál. Hány éve? Megcsinál mindent, szoknya, mi? Most 27 éves, mindent az csinál. Az igen. Segedj a mindent. Majd meg, ez különbség, az enézék különbség. Ja, jó, hát csak jó, hát erre, ja. Na még mindig nem beszéltünk arról, visszatérve. Na most, ide figyelj. Mondj egy olyat, hogy mondjuk úgy számolt, hogy este 9, mondjuk hajnali 4-ig, egy ilyet számolt. Nálam ilyen nincsen 20 szám. Akinek van 6000 nótája, az nem 20 számozik. Én elkezdem, aztán kinek mi a kívánsága, odajön, aztán akkor... Kívánságom is, akkor mind a DVD-n, Tibi. Ja, mindent, amit... Mind a DVD-n, Tibi bácsi, na ugyanaz. És mennyit kérni akkor, Bakosom, mennyit kérni akkor, mondj egy számot, na, mondj egy... Hát, hány órára kellene menni? Hát mondjuk 9-re kéne ott lenned, és mondjuk hajnalig. Jó, hát mindegy. Akkor én 8 órakor már ott vagyok, betakolva. Azt tudom, igen. Betakolva. Harmonikát akartok, hogy vigyek? Harmonikát hozzá, szintetizátort hozzá mindenképpen. Az van, ének minden. Oké, cintányért van. Van csörgőm is van. Csörgő, na ilyen cintányért, csörgő. Ha esetleg szájharmonika, hogyha van szájharmonikád, az a szeretnék. Nem, mert akkor én énekelek, aztán mellett. Ja, énekez. Ja, mereket akkor. Fiat, a Maria, hogy hárfa, cimbalom esetleg, hogyha tudsz, hát most amit tudsz. Van a szintén minden hangszerben. Ja, minden hangszerben van a szintén. De ott csümegén is van valami roma zenekar. Igen, de most azokat én nem akarom hívni, azok ismerősök, lehet, hogy azok ott is lesznek velünk. Na most ezt mondtam, az összeget mondtam, még oda nem jutottunk el. Na most illetve azt mondom, hogy tényleg egy... Bakos, te vagy az? Bakos, te vagy? Én vagyok, te, én. Oké, okay, hello, Kalibán vagy. Igen? Halló? Kérek 50 ezer forintot plusz a benzin. 50 ezer plusz a benzin, akkor az mennyi? Mennyi a benzin? 10? Egy durva az ugye 70 ezer forint. Már. 70 ezer forint. És én oda megyek, akkor 8 óra, akkor 5 vagyok, aztán akkor én miattam mindegy a másnap délig muzsikálok. Oké, akár másnap délig is 70 ezer forint. Nincs itt. Csak az, hogy balhéj, ne legyen, mert... Az nem lehet, lehet. Balkos, hogy kimerod nekünk szólni, hát kalibál a lelünk. Meg nekamúzzunk egymásnak, mert ugyanilyen hang volt, aki 2 hete ugyanígy felhívtak telefonon. Aztán azt mondták, hogy hát Bakos úr azt mondja, hát a feleségével szeretnék beszélni, mert már 6 éve jóba vagyok, beszélni a feleségét, meg ez meg az. Miért nem szólsz ilyenkor nekünk, hát kalibálok vagyunk, tudod. De várj, azt amikor mondom neki, hát azt mondja, neked nem kell tűnni, hogy én a feleségeddel jóba vagyok. A Bakosom, le kell várj, Bakos, figyelj, visszahívlak, Fater, le kell most tennem, mert beértünk ide egy helyre, most megnézzük egy ilyen mostanában, megnézzük egy dolgot, visszahívlak. Várj egy percet, Usmán, jó vagy, várj egy percet. Mondom neki, te mondd. Mondom a csávónak, mondod, hogy neked is van feleséged, akkor te magad a feleséged, hát én is elbaszogatom. Uh-huh. Hát mondom, mit csinál, aztán ugyanilyen hangja volt, hogy a fiatal képtek. Hát az, hogy a Lőd le most magad, már vissza. Jó, aranyos vagy. Lőd le magad, mindjárt visszahívlak, jó? Egy 20 perc, jó? Csókolom, Bakos bátyám, szíjetes férem. Puszilag, szíjetesom.